Méretcsönd. Itt vagyok. Ja, lehet, hogy a hangszórom lett szar. És akkor elvileg már megy is. Menjen. Szóval akkor üdvözlöm mindenkit. Ez itt a Pro Wrestling Live News, illetve Dante Fotó közös stream adása. Így is van. Hátul mögött a Dicsőség napja gála. Már nem az ő háta mögött, mert az ő háta mögött egy lepedő van. Egy világos lepedő. Nem találtam fehér lepedőt. Kerestem, de egyelőre most ez megteszi, legközelebb fehér lesz, illetve majd valami jobb. Elvileg már megy is. De már menjen. Szóval akkor üdvözlöm mindenkit. Ez itt a Provo Wrestling Live News, illetve Dante. Szóval ez így szép. Na. Most már jó. A mikrofon, amit Dante használ, az nem más, mint a Zoom H4-en. Jelenleg ilyen formátumában, fotóvágányomon. Akinek így le van amputálva a keze, annak a helyére is lehetne rakni. Ja. Hát így van, túl vagyunk a Dicsőség napján, és már felszabadultabban vagyunk. Mint eddig bármikor talán, tehát... Én is éreztem a gála után rögtön, hogy levettem a kamerát, hogy ez kész és megvan, és sikerült. Szóval, mesélj nekünk egy kicsit erről a élményről, milyen volt? Tehát te először voltál most így a ring körül 0 centire. Igen. Sem volt a GoPro. Tehát a GoPro-val az egészet csinálni. A technikai részről a GoPro nagyon egyszerűen használható. Könnyű a feje, tehát hamar megszoktam a fejemen, hogy ott van. Gyakorlatilag tehát már nem is volt furcsa, hogy van valami a fejemen. Csak az volt furcsa, hogy folyamatosan arca mindenkinek nyomjam a képemet a mindenhova. Igen, ezt szerintem a közönségből is látták, hogy érdekesen néz ki a történet, de... Igen, elég érdekes lehetett. Tehát így előre aláírhatjuk, hogy megérte. Hát igen, mert... Tehát vannak jó felvételek. Hát csak azok vannak majd, hogy nem. Ja. Mert... Tehát aki már látott GoPro-s videófelvételt, hát arra számítson, hogy azok vannak. Hiszen... Próbáltam úgy csinálni, hogy ne a ring kötél lógjon be a kamerába, amíg én nézek mindent és illetkedek. Ha nem, tényleg, tehát megpróbáltam az arcomat belenyomni a ringbe. Ami sikerült is, és szerintem minden a létező összes tévéképernyős adáson benne voltam és leszek. Tehát így előre elnézést a Viaszathat csapatától. Létező összes kamerállást elbasztam. Hát reklámozzuk magunkat egy kicsit. Nem ez volt a cél, de durva ingyen reklám. Pofázalul megcsináltuk. Közben itt szedem szét a tollamat, mert akkor beszélek, valamit csinálnunk kell. De Ikarusz utólag azt mondta, hogy úgyhogy állítólag. Egyszerűen nem lesz bőle baj. Úgyhogy ez remélem, hogy így is lesz. Szóval milyen volt 0 centiről? Hát hatalmas élmény. Hiszen a kommentátorkodás az nem nekem találták ki, de talán az utolsó mérkőzést, a főmérkőzést azt úgy hülyen végig csináltam. Tehát... Én azt abszolút elhittem, hogy az kommentátor. Tehát, majd ha kikerül, látni fogjátok ti is. Hogy... Tehát én ott így teljesen átszellemülve és extra... Elején még ilyen kicsit bizonytalan és... Nem tudom, mi van a történet, a végén pedig már a teljesen átélt focista kommentátor, aki éppen most látott egy szép gólt, és... Igen, tehát amikor láttam Ikarusznak a, hát... Tehát a mozdulat, hogy a ringsorokról szaltóval ugrik, az egy Swanton bombként ismerem, mert még régről, Jeff Hardy révén, onnan való ez a mozdulat, nekem Swanton bomb, tudom, hogy más a neve Ikarusz. Tehát ugye annak a mozdulatnak, de más a neve, amit Ikarusz nevez meg, nem Swanton bomb, de nekem ez az, és maga ott a meccs közben is azonnal ez jött le. Úgyhogy erről is elnézést azért, hogy nem rendes megfelelő szavat használtam a befejező mozdulathoz, ez nekem Swanton bomb marad. Azon kívül én úgy éreztem, hogy az utolsó meccs az teljesen rendben volt, tehát kicsit örültem magamnak, de a többi az így...
Hát én szerintem első körre nem nagyon kívánhatunk jobbat. Hát Isten módba te se vagy, hogy ott nyers mindent rögtön nulla idő alatt azonnal. Igen. Végére már simán ment. Igen. Igen. Tehát az egyik meccset újra is kell azonnal szinkronizálnom, újra mondani egy kis kommentátorkodással Audrey-nak a meccsét, mert tehát ott durván nem szólaltam sem ennyire értelmeset. Amit megszólaltam, nem oda tartozott, semmi köze nem volt hozzá. Amikor már nem szóltam, már nem szólaltam meg, tehát probléma, azt újra aztán vagyunk úgy annyiba, mert az úgy nekem nem jó. Többi az úgy olyan, jó, elmegy. Én azt mondanám, hogy legközelebb jobban megy, de most legközelebb az jó messze van. Jó messze van, meg talán nem is tudom, tehát valamilyen formában biztos. Még lesz ilyen forma. De erről egy másik streamen beszélünk majd, hogy hogyan is tovább, mert ez most belemehetnénk, és akkor egy óráig biztos, hogy erről beszélnénk. Én ráérek. Ők ott nem biztos, úgyhogy. Igen, szóval beszélünk tovább a dicsőség napjáról. Korán mentünk. Tehát fél egy dél körül odaérkeztünk. Mi biztosítottuk azt, hogy ne kapkodjunk. Ez nem sikerült, tehát így. Oda mentünk mindenek előtt, csak minek. Igen, mert tehát eddig minden magunkat hibáztattuk, hogy háromra mentünk oda. Kapkodni kell az interjúkkal, mert csináltunk interjút, amit majd természetesen meg lehet tekinteni. Tehát nem akartunk kapkodni az interjúkkal. És így addig jutottunk, hogy nem kapottunk az evéssel. Mikor? Tehát így fél egykor oda mentünk, elbeszélgettünk, 20 perc, lepakoltunk, 10 perc, mindent föltöltöttünk tölteni. Már akkumulátorokat meg ilyesmi. Igen. És akkor így bekábeleztem magam szépen, okosan, hogy kell, minden kész volt. Kezdjünk valami interjút, vagy valamit. Igen, és így. És bejelentették, hogy akkor tévés próba következik. 2 óra akkor, igen. Jéj! Várunk egy órát. Igen, és akkor mondom, ott néztem Danira, és mondom, akkor most kimenjünk szépen, és leülünk, és eszünk. Mert ilyen úgyse lesz most, tenni nem tudunk elni, és így 3-kor neki tudtunk állni. 3-5-10 perccel. Úgyhogy mintha ugyanúgy késve érkeztünk volna. Igen, annyira szoktuk a milliót, mert egy új aréna volt, új minden. Megtettük, amit lehetett. Így van. Kit szólítottunk meg? Első körre jött Corvus, Otto. Kit hívtunk oda, úgy még rögtön itt azonnal. Audrey még jött elég. Viszonylag hamar. Kicsoda? Audrey. Igen, még ő is, tehát tolhattunk volna neki előbb is, akkor is jött volna. Ja. Igen, szóval jött ő is hamar. Kit szólítottunk még meg itt hirtelen felindulásból? Murlock. Igen, Murlock. Vele egy ilyen... Tehát többet beszélgettünk vele ott, mint maga az interjú volt. Tehát 20 percet beszélgettünk a semmiről. Azt egy 7 perc alatt leinterjúztattuk. Aztán utána jött megint egy ilyen kényszerszünet. Mindenki rohant össze-vissza készülődött, még így toporzék voltunk, mint hát ezt már előttem egyszer kezdő buzi a gőzfürdőbe. Viaszadhat is készülődött mindent, kész voltam mindenki főt baszva adrenalinnal. Ikarushoz így ránéztem, rám nézett, és így biztos, hogy nem. Most biztos, hogy nem. Tehát oda mentem Doverhez. Hát jó. Nem ígér semmit, igen. Oda mentem Renegédhez. Hát ezt most nem tudom, mikor fogjuk tudni beilleszteni. És utána így 3-4-5-kor három interjú hátra volt, mégis mondtam, akkor jó, gála után.
Szóval bárki, aki látja az interjút, mindegyik meccs skála előtt történt, kivéve amelyik nem. Hát Ikarusé tényleg nem. Igen. Egy az Ikarusé, hát amelyik időrendben jól van. Úgyhogy ez így alakult, de mindenki nagyon segítőkész volt, és örültünk, hogy sikerült megcsinálni. Én mutattam arra, hogy elküldjenek minket most már, mert ne zavarjuk őket állandóan. Igen, tehát én már rosszul éreztem magam. De Győri, ők éreztek rosszul magunkat. Ugye én megyek oda mindig. És... ja. Szóval... nagyon jó indulatú... társaság. Társaság és amolyan ügyfelek. Egymást támogatjuk, úgyhogy... meg talán most már így egy kis barátok is. Ismerősök. Amiről még akartunk beszélni, az... tegyem már ezt a szart. Meccsek összetétele, illetve a highlight videó. Illetve ez mikor kerül már ki a világ elé. Így dugdossuk a Winchestereinkbe. Az egészet. Tehát elvileg péntekre föl lesz minden. Így nagyjából valami már biztos, hogy föl lesz, aztán... minden nagyjából valami, igen, tehát... a nagyon összefoglaló videót azt megpróbáljuk péntek körül. Tehát a héten. Igen. A meccseket már... hát... péntekig félfosom YouTube-ra. És ezt most így elnézést a fogalmazás, én mindig így fogalmazok. Nem, itt már megszokták ezt. Hát igen. Tehát így a meccsek közben is, amikor kommentátorkodtam, akkor is így azt a mindenit! Azt a mindenit! Tehát 16-os karika, csúnya szavak hangzanak el, blabla. Jobb lett volna kibondani, inkább nem kikerülni, mert így gázabb az egész. Beszéljünk egy kicsit még a HCV fejlesztéseiről. Ez így látható is a LED panel a háttérben. Én azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű... hatalmas ugrás. Tehát most már nem egy kis csapata Magyarországon elrejtőzve, hanem rendes arénában. Irdatlan nagy mennyiségű fénnyel megvilágítva. A nézők is. Most már egy konkrét pankrációs szervezet. Eddig is az volt, de most már így elég durván neve van. Nem, tehát eddig bárkinek mondtam Magyarországon pankrációt, ugye ezt már egyszer elmondtam egy videóban, mindegy, hogy tehát mindenki csodálkozott, hogy Magyarországnak pankrációnak miköze van egymáshoz, és most már egyre jobban kezd kiderülni, hogy miköze van egymáshoz, mert a HCV megmutatja. Így van, és lényegében nekünk is ez volt a célunk, ezzel a egésszel, hogy népszerűsítsük őket is, és mi is tapasztalatot szerezzünk ilyen téren. Tehát az egész GoPro-s rohangálásnak célja egy ilyen szokatlanabb, újabb betekintés a eseménybe. Ami sikerült is, mert tehát én is így veszélynek voltam egyszer kitéve. Hát veszélynek jó, messze nem voltam olyan messze, nagy veszélynek kitéve, mint maguk a pro wrestlingerek. És amikor Kent hátba csapta a Dover székkel, akkor ugye a széknek a háttámlája így szép nagy ütembe elkezdett felém haladni. És én ott éreztem, hogy ott a kodép kell menni. Tehát a videóban nem tudjuk annyira veszélyesnek, de ott nagyon az volt. Tehát ilyen Matrix jelenet történt. Igen. Tehát, és így az a volt a durva, hogy éreztem, hogy ez itt nem lesz jó. Tehát szék felém, fizika, gravitáció ellenem dolgozik. Te még mindig jobban jártál, nem úgy, mint egy vigyaszatos bácsi. Igen, tehát... Corvus konkrétan a fejéről rúgta le a fejhallgatót. És megvan a felvételen is. Igen, és ezt meg is említem, hogy hoppá. És egy kicsit talán le is baszom a vigyaszatos bácsit. Tehát... majd megtanulják ők is, hogy ez itt veszélyes. Igen, hát...
biztos tudják, csak... Tehát... Ezt így át kell élni. Tehát én így azért mindenre figyeltem. És az, aki magamból nem tettem... Például ezért jó a GoPro, és nem a 16 kilós kamera. GoPro ugrasz egyet, az jó van. Igen. Jön, azt adja vissza, de... Lehet... Itt ott kinek mi. Meg térdemet is jól bebasztam. Igen, mi a arccal mindig a ring felé kellett néznem. És így mondom, álmodom, én most letérdelek. Ezekkel számolni kell folyamatosan, de... Igen. Fájni fog, eltalál, elfáradsz. Ez biztos. Igen. És így... A szerkezetnek a... Az állványnak a... Tehát... Az állványnak az állványa... a talapzata, az konkrétan egy ilyen kiálló négyszög fém. És én elmondom, itt letérdelek, itt jó lesz, és így... Bum, izomból letérdeltem azt a fém történetet, szerkezetet. Nyögtem is egyet, hogy... ez így fájt. Aztán... Ennyi volt a... Ami tanált, tehát jobban izgultam az iránt, hogy ne rugdossa föl valakit. Haladtam hátrafele, de mindig valaki okosan így megbökte a hátamat. És így tudtam azonnal, hogy ott van valaki. És azonnal megálltam. Igen, tehát a ring körül a rengeteg zavaró ember viszonylag eléggé összhangban tud dolgozni ahhoz képest, hogy... Hogy nem vagyok összhangban. Tehát, hogy ez nem látszik. Igen, tehát... Aki dolgozott már konyhán. Azt tudja, hogy miről beszélek. Tehát ott azért, hogyha bármi jelet észlelsz, hogy ott van mögötted valaki, azonnal állj. Mert vagy meghalsz, vagy rosszul jársz. Igen, tehát nem biztos, hogy jó érzés, hogy a gerincedbe kapni a forró gulyás levest. Ugye, vagy a kést. És akkor itt is ugyanez, hogy nem kéne a D800-as nénit fölrugdosni. Hát... Most ugye elfogultan mondom, de nem tudom miért kárabb. Tehát az, amit ő a kezében fog, azt így. Jó, néni meg jó van, biztos jó van. Jó. Igen, tehát hogy jobban féltettem a technikát ott körülöttem. Mi volt még? A fotókat láthatjuk. Szerintem januárihoz képest nagyszerűen sikerültek. Csak most nem tudom, hanyagyára mehetett körbe az egész. De, nem baj. Tizedszer. Tehát, a fotókról annyit tudok mondani, hogy... Jó, sok vakus. Igen. De, igen, azt most hagyjuk. Tehát... Ha ezt valaki... Ezt a felvételt látja valamelyik fotós kolléga. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy nem egy képemet rontott el a vaku villanás. És az a baj, nem csak az én képeimet, hanem az övéket is. Ilyen rendezvényt vakuval nem lehet jól fényképezni. Nem is kell. Nem szabad, tilos. Nem jó. Őket is zavarja, mindenkit zavar, a kép pedig nem lesz jobb tőle, csak világosabb, de nem jobb. Úgyhogy... Vakuról ennyit. A összességében az egész teremnek a világítása az minőségében jobb, sokkal jobb volt, tehát nagyon szép, egyenletesebben megvilágított volt minden, a ring, meg viszonylag körülötte, és kicsit láttunk a közönségből is. Mégis ennek ellenére a korábbi világítás technikákhoz képest kevesebb fényt szolgáltatott ez így. Valószínűleg ezt a viaszatóik találták ki, hogy így legyen, nekik ez így jó volt, és tényleg jó volt, tehát látjuk a felvételeiken, hogy abszolút hibátlan. Fotókon ez egy kicsit probléma volt, mert olyan magas érzékenységi szintekre kellett állítanunk a gépeket, hogy... Vajos lett. Tehát főleg az én gépem, ami nem egy olyan isten mód, tehát kb. Még ezeken a képeken is lehet látni, hogy
minősége az lehetne jobb. Főleg, tehát itt a, néha beugrik a Robinak a képe, hogy támasztja a ringet. Azon lehet látni, hogy amikor kevesebb a fény, akkor hogy néz ki a kép. Hát egyszer dicsérem meg a fénytechnikát, és szidom is. Mert jó volt, szép volt, de gyenge. És ezt meglepett, hogy ennyi, tehát ennyi lámpával miért kell nekem ilyen érzékenyre állítanom a gépet. És mindegy, ott... csináltuk, és jobbak lettek a képek, mint azelőtt januárban. Viszont látszott a közönség. Igen. Ami nem szokott látvány. Emlékszem is amúgy, hogy melyik meccset néztem itt át ott szállja. Hát én elég sokat, tehát... Jó, én konkrétan tudom, hogy miért néztem tátott szája, de... De nem mondom meg. Nem mondom meg. Én az egész HCV csapatot, meg a nem létező New Hungary tagjait is. Most már létező. Nem tudom, de ott voltak az a lényeg. Mindenkit egyenként megdicsérek. Hát egy kicsit bajnok lett, igen. Nagyon hibátlan show-t adtak elő. Én a ring körül olyan napszakat vágtam a fényképezőgép mögött, hogy anyád. Nem egyszer. Igen, a GoPro-val sikerült rögzíteni, hogy... Meglepett, ahogy Renegade úgymond befogadja Angel Fire-t. Sikerült érzelmet kiváltani a közönségből lényegében is. Igen, tehát... Pro wrestlingnek ez is egy alapja. Számítani ezek, de hogy, tehát ahogy megtörtént, az is sikerült. Tehát... Kicsit térünk rá erre is, jó. Hogy Renegade, amikor ment kifele a ringből, konkrétan az összes kamera mennyire leszarta, hogy megy kifele, tehát ő elmegy kész. De ringben meg fogják aprítani Angel Fire-t. Én voltam egyetlen, aki ment Renegade után, hogy... Ez biztos, hogy nem így lesz, meg Dani is jött utánam, hogy ez biztos, hogy nem így lesz. Többször visszanézegetett. Nekem sikerült egy olyan... Tehát, úgymond, nekem ilyen... olyan felvételt sikerült csinálni, amit például a WWE-ben láthatunk. Hogy ott se sétáltatja el... Tehát ott se szarják le az embert, aki elsétál, hogyha lesz valami. Hanem utána mennek, és azonnal visszafutnak vele is. Ez az érzés, az itt senkiben nem volt meg. Miért? Hát a tévések az így konkrétan kb. Kerülték azt a sötét részt. Még egyszer kiemelem a sötét részt. Világítás hiányát. Tehát a bevonuló részen kb. Egy darab reflektor világított szemből, meg a hátsó stroboszkópok, és így ennyi. Úgyhogy... Meg a LED panel. Igen. Azt kell mondjam, az is világított. Hát, mert... Igen. Határozottan. Úgyhogy... Igazából mit mondjunk még? Amikor így... Ez lehet a zenék állt volna elmondani. Amikor így beléptünk, tehát így, hol menjünk? És így egy odébb, mint ahol voltunk. Bemegyünk és így, aha, és itt hol kell bemenni? És így benézünk, és így, ez így, oh my god. Szóval annyira más az előzőhez képest, annyira más volt, annyira nagyobb volt minden, annyira fénytechnikásan profibb minden volt, hogy azt mondja, tehát ilyet Szoli Karusz, hogy akartunk tűzijátékot is hozni, de és így, ja, jó, tehát, igen, úgyhogy várható az is lassan. Tehát összességében mindenképpen hatalmas ugrás volt minden. Nem tudok belekötni igazán, csak kötözködni esetleg egy-két dologgal, de elég hibátlan volt, tehát a üzenet abszolút megvan, amit az egész gála tervezett és szándékozott átadni. A képek... Nem mondom, hogy meg vagyok vele elégedve, mert ilyen nincs, de... De
nem akarom kivágni az egészet a kukába. De nem, mert azért ezek azért használhatók. Működik le. Igen. A GoPro is működött, bár ezt még nem látta senki, de bízom benne, hogy látni fogja. Hamarosan. Mit szerettünk volna még elmondani? Egy kis előretekintés most így a pénteki napra. Akarunk? Mit Akarsz? akar? Hát egy kis Hát egy kis. utolsó projekt. Úgy tűnik, hogy megtörténik. Dovernek ezt mindig alá kell támasztani, mert írtam neki SMS-t, de nem válaszol rá. SMS-t. Mert felhívtam ma egyszer, akkor megbeszéltük, hogy, hogy nem jó neki, aztán megbeszéltük akkor, hogy jó. Aztán vissza akartam, hogy nem vette föl, írtam neki SMS-t, azt nem válaszol, de elvileg úgy van, hogy jó minden. Pénteken egy éjszakai projekt. Igen. Indul egy Mr. Invisible-lel. Így van. Mindenki közös támogatásából létrejön valami. Ami talán akkor a nézettséget fog produkálni, amit a HC összes videója egyszerre nem. Ez eléggé bátor kijelentés, de ha annyira sikerül, amennyire tervezzük, és amennyire átgondoljuk, akkor... Ha annyira nem is. Akkor is. Akkor is. Akkor is. Tetszeni fog. Talán olyan lesz, ami eddig még nem készült el róluk. Így. Voltak már korábban ilyes próbálkozások, mert Icarus mutatott nekem. Mikor? De más. Mikor? Ma mutatta nekem Facebookon, elküldte, hogy ilyet már csináltak ott. Ez alapján megállapítottam, hogy jó, akkor mi is jók leszünk. De mi jobbak. De mi jobb. Mert bízunk benne, hogy létre tudjuk hozni azt, ami most a mi fejünkben megvan. Tehát nagyon nehéz a Győrt kitalálni, ami a világon még nem volt. Hát olyan nincs igazából. Max így kicsit átszínezni, meg másítani lehet, de tehát a maga üzenet általában már mindig létezik. De ha ez most úgy sikerül, ahogy akarjuk, akkor ilyen még nem volt. Sok a kétség mindig. Igen. Remélem ez egyszer majd kicsit feloldódik jobban. Most a Gálnél sikerült feloldódni. Azt hittük, hogy sokkal rosszabb lesz, és nem. Most úgy lett, ahogy terveztük. Körülbelül. Korábbiakhoz képest mindenképpen igen. Hát igen. Nem borultunk ki, nem. Hanem tényleg így. Ezt éreztük. Ez sikerült, de felszabadultan tudtunk ott lenni Gál után egy kicsivel, még mindenkivel. Aztán a... Petra üzeni chatben, hogy már volt tűzi játék kétszer is. Akkor úgy tűzi játék, ahol mi még nem voltunk. Tehát... nem mindent úgy kell érteni, ahogy mondom. Sorry. Icarus se azt mondta, hogy nem volt. Tehát azt mondta, hogy akart hozni, de inkább mégse. Hát... És mi ennyit mondtunk szerintem. Jó, igen. De azt nem mondtam, hogy nem volt, vagy mondtam, hogy nem volt? Hát szerintem nem. Szóval ez kapufa volt. Kell itt minket terrorizálni folyamatosan. Kell, hát. Szétessünk így a végére, amikor próbálunk kell köszönni végre normálisan. Szóval... Még csak a tűzi játéknál jár a videó? Tehát annyit nem, kell tudni... Most néztem oda. A streamelésről annyit kell tudni, hogy valami késik, valamennyire késik. Egy... Hát olyan eléggé nagyon igény. Hát egy fél percet csinál. Legalább. De olyan internettel, ami a Robinak van, milyen neted van? Nem mondom meg. Nagy. De, igen. Jó, nagyon nagy. Azzal, ami fél percet késik. UPC legnagyobb csomag, és annál egy nagyobb csomag.
lényegében való ott van. Mert tehát többet ad, mint amennyit az a csomag ad. Na. Szóval. Ez általában így van, ami csak tehát ilyen nagy mennyiségből már ilyen nagy sávszélességben. Ez ilyen mert... számít. No, még valami van? Szeretnék gratulálni még egyszer Ikarusznak és Tomi Ennek, őket így kiemelve. Nem alábecsülni mást, hanem őket így nagyon kiemelve. Ez volt a pro wrestling. Én tudtam, hogy ez egy nagyon technikás meccs lesz, de... Tehát én így elkönyveltem, hogy ez számomra az én meccse. És kész. Tehát mindenfajta szinten az én meccse számomra. Ilyet nagyon régen őrjöttem utoljára. Igen, hát ezt lehet hallani majd a narráción is. Hát ez egy fie... Ikarus Sidney azért meg fog is, hogyha ezt esetleg látja. Utoljára ilyet, WrestleMania 28, Triple H kontra Undertaker, Helena Cell mérkőzésen őrjöttem. Shawn Michaels volt a bíró, és ezek azért... Tehát... Tudom, hogy nincs egyensúlyva, de élményben nekem akkor is ahhoz tudnám hasonlítani. Aztán az más kérdés, hogy menjek a picsába, hogy ilyenekhez hasonlítom őket. Én se csalódtam benne, azt hiszem. Igen. Külön kiemelném. Tehát én rám hatással gyakorolt dolgokat, konkrátorokat. Első körben megint csak Corvust, aki most a másodjára döbbentett meg azon, hogy hát így nem szar, tehát amikor megfogta Angel Fire-t és Zafart. És így hát ilyen külsőleg ilyen laza lendületből hátra vágta mindkettőt így egy-egy kézzel így. Tehát az is benne lesz majd a videóban. Én azon kiakadtam, hogy... Tehát azért na. VTF. Tehát nagyon-nagyon szépen dolgozott ő is. És másodszorban pedig, nem másodszorban, hanem továbbá, Ozzy Spencer lepett meg. Milyen? A gála elején bejutott a ringbe, és így kitakarította azt eléggé gyorsan. De hát felrobbant az aréna. Hát igen, tehát így... Nekem ez... Tehát... Nagyon nagy fejlődést láttam benne ezáltal. Tetszett. Igen. Tehát elkezdtem benne érezni a harcost. A szobai harcost, amit ő képezne meg, és... És látunk egy umogát újra. Jó, mondjuk az egy eléggé más karakter volt, tehát az egy... hogy mondjam, elég durván hardcore és heel karakter volt. Jó egyéb békében. De én most azt mondom, hogy ha így folytatja, akkor láthatja majd egyszer magát a nagyok között, mint ahogy ezt múltkor egy interjúban mondta. Megmondom őszintén, szerintem a HCV lesznek a nagyok. És... El tudjuk képzelni, hogy eljut addig a szintre, hogy mások viszonyítsák magukat a HCV-hez. Igen. Most nem WWE-ről meg TNA-ről beszélünk, hanem a többi másról. Menős, hogy New Japan Pro Wrestling-ről beszélünk. Japan. Japan. Igen. Hanem egy ilyen Ring of Honor. Szintén sok fölött. És én most itt hagyom az egészet. Igen. Egy időre. Nem csak te. Ja. Én is. Mondtam, hogy erről egy másik streamer beszélünk, de ha már tart 3-4 órája, akkor legyen egy óra belőle. És akkor az úgy kerek. Szóval ja. A Dante Foto egyik tagja, Telek Dániel, elhagyja én. A Magyar Köztársaságot.
Egyelőre ideiglenesen. 3 hónapra. 3 hónap, de... De a terv nem az, hogy ideiglenesen, hanem jóval hosszabb ideig. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Hova? Csak nem mennek oda utána. United States of America. És ez így... Hát, hogy mondjam, elszomorító is, meg jó is. Mert örülök neki. De jó volt ez a novembertől márciusi terjedő időszak. Rengeteget fejlődtünk a HCV-ból, jó igen. Volt számunk. A folyamatos készülés, az izgalom, az adrenalin, amit ezek adtak, hiányozni fognak. Úgy. Esetenként, ha úgy alakul, megpróbálunk még vissza-vissza jönni, egy-egy gálán talán. Én, meg te is eltűnök, kb. Ugyanannyi időre, mint Dani. Én meg egy olyan jó 6-7 hónapra. Én meg megy a folyami hajóra hajózni a Dunára. Valamit szakácskodni. Aztán ez majd kiderül még, hanem akkor... Akkor is hagyom most egy 6-7 hónapig, mert kemény munka folytat következik. Ha Balatonparton maradok, a hajóra megyek, de kemény lesz. És... Novembertől, ami egészen biztos, hogy én megyek Budapestre. Petra üzeni, hogy egy hülyével kevesebb az országban, javítanám 2-vel. Igen, tehát... Ne olvassál föl tőle több üzenetet. Most. Mit akartam megint? Szóval igen, én novembertől visszatérek. Dani nélkül ezt ugye ezt nem fogom tudni folytatni. Ez biztos. Mert nem. Mert az én technikai tudásom nincs azon a szinten, hogy ezt tudjam csinálni. Mert egyedül ezt amúgy se túl könnyű. Meg nem is érdemes. Én is visszajönnék egyedül, akkor nem maradnék más, mint egy fotós. Nem egy ilyen, hát úgymond komplex média csoport, ami mi lett, ahhoz képest, hogy semmiből indultunk ki. De vittünk egy gépet és ennyi. Most már azért volt mivel dolgozni és volt mivel dolgozni. Így van. Van eredmény. Így van. Szóval ezt ugye ezt nem tudnám csinálni. Valamilyen formában szeretnék a HCV-be visszatérni. Aztán, hogyha ha ringet csöpörni, ha bármit csinálni, ez majd kiderül. Nem tudom, azt tudom, hogy én ezzel akarok valamit kezdeni. Bankrációval. Mert ha 10 év alatt ide húzott a szívem, akkor azután is oda fog már húzni a szívem. Én is így vagyok a fotózással amúgy. Fanatikusan szerettem már sok mindent, ami aztán el is múlt, tehát egy szokásos, tipikus szalmaláng dolog. Fotózás az, ami most már 6 éve tart, és nem hogy gyengülne, hanem erősödik. Úgyhogy ha ez nem jel arra, hogy ezt kell tenni, akkor... De, ez jel. És kész. És talán a technikai szakértőket is figyelembe vesszük, akkor bővülni fog a készleted egy gépezettel. Ez igen. És így, erről ennyit. Hol veszed meg és mit? Az a baj, hogy hiába veszem meg. A HCV-hez egyelőre nem tudom hozzáadni. És ez fáj valahol. Tehát. Remélem majd azért miután hazahoztam és azzal futunk neki ennek még egyszer. Nyáron egyszer bele lehetne próbálni. Szerintem akkor... Valahogy meg kéne próbálkozni vele. Én is még így... Hát nem tudom, meglátjuk. Kíváncsi lennék, hogy abból mit hoznék ki. Egy jóval fejlettebb fényképezőgépről van szó. Igen. Itt van nekem. Igen, és annak megint el kell érni a határát, és azt kell arra is mondani, hogy ez már téged visszafog. Tehát ne azon idegeskedjek, hogy... Már megint a gépen nem találta meg a fókuszt, vagy lassú volt, vagy ilyesmi.
igen. Úgyhogy igen, én nem ígérünk semmit, hogy nyáron vagy bármikor. Majd jövünk. Majd jövök. Valami lesz. Nem lesz vége, csak kis kitérőt teszünk. Teszek én biztos az. De én nem kis kitérőt tesz, hanem a főútra rátér. A lényegre. Én tudom, hogy mit fog hozni az élet, és ha szerint alkalmazkodok. Mert nem hagyom, hogy az élet vezessen, hanem én vezetem az életemet. Ezt így mindenkinek, tehát HCV, mindenféle funkáció témán kívül üzenjük, hogy kell tudni, mit akarunk. Csinálni 10 év múlva. Igen. Valaki már megkérdezi tőled, hogy hol szeretnéd látni magad 10 év múlva? Tilos azt válaszolni, hogy nem tudom. Akkor is, ha nem tudod. Igen, mert akkor nincs célod. Nincs értelme. Mert tehát akkor nem jöntem. Úgy sokkal szarabb én, hogyha nem tudod. Hol akarod látni magad 10 év múlva. És én sok ilyen emberrel találkoztam, aki nem tudja. Gondoljátok át, hogy hol akarjátok magatokat látni 10 év múlva, és nem azon, nem lezárni annyival, hogy mit tudom én, messze van. Igen, és az abból lesz az, hogy semmi. Kell, hogy legyen cél, ami lehet, sőt valószínű, hogy nem fog úgy megvalósulni, ahogy most cél. Viszont jóval máshogy, és általában jóval nagyobban. Igen. Így van. Legyen. És egyszer mindenkitől meg fogom kérdezni, hogy mit akar csinálni 10 év múlva. Senki nem ússza meg a kérdést, Petra se. Úgyhogy lényegében 10 percünk van, arról mi tudunk valamit beszélni, hogy... Hát szerintem... Eléggé... Unalmasra beszéltük már most az időt, úgyhogy... Úgyhogy pénteken mi még egy utolsó föltámadás, utolsó bevetés. Ja. Aztán, ja. Lesz, aminek kell, hogy legyen. Úgyhogy köszönjük a HCV-nek ismételten a lehetőséget a dicsőség napja gálára, hogy ellátogathattunk, és ott lehettünk, és nem küldtek ki a fenébe, hogy benne vagyok minden létező kameraképbe. Azért még várjál, tehát most fog kijönni valamikor. Igen, tehát igen. Lehet, hogy most egy szót már neki a napokban, hogy... Az a hülye gyerekkel valamit csináljátok! Ezek közel ne legyen ott. Ja. Nem baj, az volt a dolgom, hogy ott legyek, és ott voltam. Na. Úgyhogy... Köszönjük a figyelmet. Jövő még majd streammel természetesen. Péntek után mindenképpen valamikor kicsit beszélni a pénteki projektről is. Aztán jön neki a interjúk. Igen. És akkor tartunk még egyet, és akkor az búcsú is. És a meccsek, meg az egész meccs azzal még ne rohanjunk annyira, mert az kell az engedély. Igen. Ikarus nélkül az nem megy ki. Hát engedély nélkül ez nem fog kimenni, mert... Mert nem. Mert ezt nekik is meg kell mondani, hogy mennyire mondok hülyeséget, és ez mennyire kellemetlen. Igen. Majd kiderül. Na de most már tényleg köszönjük a figyelmet. Így van. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Sziasztok.